Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 9-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és tervei. Itt megjegyezném, hogy ti gondolhattok más személyre is, tehát ez nem csak a párkapcsolatra vonatkozik. Mik a tervei? Ez a kérdés, a választ megadja rá ez a felső kártya. A kulcsot a kezébe veszi, és ezzel a kulccsal lezár valamit, egyúttal kinyit valami újat. Tehát vannak neki tervei, de mielőtt döntéseket hoz, le kell, hogy zárjon valamit. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzései. Erre megadja a választ ez a kártya. Ez lehet egy családi kapcsolat is, mint például a volt feleség és a gyermekek, viszont a képeknek szimbolikus jelentése van, és mutat egy új utat. Ő nyújtja a kezét, és azt szeretné, hogy legyen egy közös út. A gyermekek újdonságokat vagy egy új utat szimbolizálnak. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba, ezt mutatja ez a harc és küzdelem. Mielőtt lezár dolgokat, ez a kép a küzdelmekre utal. Ez nem lesz könnyű, pontosan ezt mutatja itt ez a kép is. A napi energiát ez a kártya jelzi, mégpedig a büszkeséget, és azt is, hogy lerendeződnek a dolgok. Ez a virág a háttérben a tisztaságra utal, tehát kitisztulnak az események. És ez volt, ez az általános jóslásom, ez a három kérdőjeles jóslás. Természetesen kérhettek tőlem egy személyes jóslást is. Ahhoz kaptok név nélkül egy videót. A díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!